Teljes fényében ragyog. Megkérném a minősülteket, hogy egy picit gyertek előrébb a színpadon, és akkor nem sokkal jobb fényben fogtok tündökölni itt ebben a teremben is. Majd a többiek is előre jönnek. Ha megkaptátok a kitűzőt, akkor gyertek nyugodtan ide előre a színpadon, hiszen ki kell élvezni ezt a lehetőséget. kell a következő. Itt vagyok. Közös fotót kell a legeslegelején csinálni. Nagyon szépen köszönjük. És akkor hát kérnék szépen a minősülteket, hogy a gondolataikat osszátok meg velünk. Majd jelezzük, hogy még mindig hallgatnánk tovább. Köszönjük szépen ezt a nagy tapsot. És mindent elfelejtettem persze, amit mondani akartam. Van egy régi rossz magyar szólás, jó magyar szokáshoz hívem. Azt szoktuk mondani, hogy hiszem, ha látom. Az MLM-ben rá kellett jönnöm, hogy ez pont fordítva van. Akkor fogom látni, hogyha hiszem. Látni fogom, mert hiszem. És az egyik nagyon fontos lépés az nem csak az üzlettel kapcsolatban, hanem az egész élettel kapcsolatban, hogyha képes vagy látni, képes vagy megfordítani egyrészt ezt a régi szokásodat, régi szólásodat, akkor képes leszel máson is változtatni. És ha magatokban néztek, vagy a hétköznapjaitokban megpróbáljátok észrevenni azokat a pici, apró, berögzült hiedelmeiteket, amik eddig irányították az életeteket, akkor észreveszitek, és minden nap, ha változtattok rajta, ha minden nap törekedtek azon, hogy megfordítsátok ezt a rossz beidegződést, akkor sikerülni fog a változás. A másik, amiről
egész nap szó volt már, illetve Miki már sokszor mondta, és látszik rajta a változás. Ugyanez a témához kapcsolódik. Én nem gondoltam volna, hogy a Mikivel kapcsolatban bármikor elérzékenyülök, de ma sikerült megrígatnia neki is, úgyhogy köszönöm szépen. De most már a színpadon nem sírok. Régen, akik ismertek 5-6 évvel ezelőtt, rengetegszer sírtam a színpadon. Rájöttem az évek során, hogy ez az önsajnálat volt. És sikerült ebből az önsajnálatból kilépni, és most már csak a boldogság miatt sírok. Ezt kívánom nektek is. És egy harmadik dolog, amiről szeretnék itt beszélni, a hála. Én nagyon hálás vagyok az üzlettársaimnak, nem csak a Mikinek, a gyémántomnak, hanem az összes olyan üzlettársamnak, akik egyrészt itt vannak, meg akik nincsenek, akik az én passzív időszakomban, az elmúlt másfél évben nélkülem ugyanúgy tudták még jobban irányítani a saját életüket, a saját üzletüket, és ezáltal az én üzletemet is. Akik nem tudják, van egy 16 hónapos kisfiam, csak ezért voltam passzív az üzletben, úgyhogy köszönöm szépen. Én nagyon szépen kérek mindenkit, nézze el nekem, hogy bakancsó állok itt ezen a színpadon. Az történt reggel, hogy felöltöztem, és elővettem a cipőmet, egy ballábas feketét, aztán elővettem a párját, az pedig egy ballábas barna volt. És el tudjátok képzelni, hogy mit gondoltam. Tanástalanul álltam, mi legyen a megoldás. Elmegyek az első szünetbe, és veszek magamnak egy cipőt, vagy körülnézek köztetek, és kérek kölcsön valakitől egyet. De aztán egyiket sem tettem. Azt gondolom, hogy minden félre lépett dolgunkból, minden bakingból lehet tanulni. Én most elsősorban azt tanultam meg, hogy sötétbe gyújtsak lámpát. Tehát ne tapogatózzak, mert akkor nagyon mellé nyúlok. Aztán a cipővásárlás helyett úgy döntöttem, hogy nem cipőt fogok vásárolni, hanem veszek egy virágot, és ezt a virágot annak fogom odaadni, aki lehet, hogy előbb, lehet, hogy velem egy időbe, de felgyújtotta a lámpát, és nagyon hamar megérezte azt, hogy nagyon jó helyen van itt az üzletben. Ilyen ragályos betegség, hogy ez a mikrofon így elkezd zinogni az ember kezében, úgy látom. Úgyhogy vettem egy szál virágot, és szeretném odaadni annak a munkatársamnak, aki lehetővé tette, hogy itt legyek. Úgy tette lehetővé, hogy saját maga rájött arra, hogy ez egy nagyon jó üzlet, nem kell félni semmitől, mindenre van megoldás. Úgyhogy köszönöm neked, Karsa Andrea. Én úgy gondolom, hogy azt, hogy én itt lehetek, nagyon sok ember segítségével tudtam megtenni, és ma nagyon sok ember szájából elhangzott a hála szó. Én ezt ismét csak ismételni tudom, fölfelé is, lefelé is. Nagyon köszönöm a szponzoraimnak a segítségeket, Specht Józsiéknak, Nagy Gáboréknak, és a munkatársaimnak, hogy így dolgoztak alattam, és köszönöm a vásárlóimnak, akik ugye nincsenek itt, meg a családomnak, és most, mivel a maláziai élménybeszámolónál nem volt lehetőség arra, hogy megköszönjem azt, hogy eljuthattunk Maláziába, de ez valami csoda volt, és nagyon szépen köszönjük, hogy volt ilyen lehetőség, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ismételjem magam. Én annyit szeretnék csak mondani, hogy nagyon fontos a cél, hogy legyen célunk, és ha van egy célunk, akkor már tudjuk, hogy miért dolgozunk. És talán mert, hogy itt állok, már elmondhatom, hogy elértem valamit ebben az üzletben is, mert másutt már elég sok mindent. Viszont az ilyen célok teljesítése közben az ember megtesz egy bizonyos utat, ami alatt azt gondolom, hogy a személyisége is változik. Én legalábbis így érzem, hogy sikerült úgy változnom, ahogy
amilyen irányt én szabtam magamnak, és én ezen az úton szeretnék tovább menni. Köszönöm. Én ezt a díjat a munkatársaimnak ajánlanám, azoknak a munkatársaknak és fogyasztóknak, akiknek köszönhetjük, hogy itt állunk és itt állhatunk, és valószínűleg a jövőben is több hasonló díjat tehetünk ki majd a polcunkra, a megfelelő helyre. És ők most nincsenek itt, nem lehetnek itt, mert van, aki messze más országban, és még most ebben a pillanatban is dolgoznak. Nagyon hálás vagyok Ildikónak, Máté Ildikónak, mentorunknak, mert ez egy igazi csapatmunka. És van, aki online-ban, igen. Én teljesen egyetértek, aki az előttünk lévő csoportban felszólalt, hogy ő online és zavarban van a színpadon. Igen, online is lehet üzletet építeni. És a gyémánt bennetek van. Higgyétek el, mindenkiben ott van benne. Használjátok. Köszönöm. Én szerencsés vagyok, mert a feleségem szerintem az egyik legjobb üzletépítő Magyarországon, hiszen hogy én itt most itt állok, az ő érdem elsősorban, meg ugye Máté Ildikó, akivel próbálnak engem győzködni, és próbáltak győzködni. Amit én szeretnék nektek elmondani, az egy kicsit talán személyes is. Én 36 éve karatézom, és körülbelül olyan 5-7 évvel ezelőtt találkoztam igazi harcművészettel, és egy harcművészmesterrel. És ő az európai nemeltetésünkből kapcsolódóan próbálta az érzéseinkre, az igazi megélt érzéseinkre és megérzéseinkre kihegyezni a dolgot, hiszen a harcművészetben nincsenek előre elgondolt szituációk, és nincs előre elhatározott tevékenység sem. És amikor én vele találkoztam, és több edzésén, illetve egészségügyi természetgyógyász képzésén részt vettem, akkor egy érzés erősödött meg bennem, hogy az az út, amit ő nekünk tanít, az jó. És ugye Szia lemítette az előadásában, hogy én 20 évig próbálkozok különböző cégekkel, én 20 évig álltam ellen a cégeknek, és igazából amikor először találkoztam a Dr. Limmel, és a vele való személyes találkozásnál érzett érzéseim voltak azok, amelyek azt mondatták velem, hogy igenis jó úton vagyok. Addig én próbáltam veszteségkerülő lévén a termékeket fogyasztani, hogyha már egy kis regisztrációs díjunk, akkor legalább azt keressük vissza. És ugye a Dr. Lim személyes benyomása és a mögötte lévő szándék az, ami engem erre az útra vett és vezetett. És mindaddig, ameddig ez a szándék ez megvan, addig én is szerintem ezen az úton fogok tovább haladni, és minden erőmmel és tudásommal azon leszek, hogy ez segítsen. Akár a mindennapjaim sem, akár az edzéstartás révén a tanítványoknál. Tehát nagyon fontos a megérzés, nem elnyomása, hanem megkeresése és megerősítése, nem az ego által nyilvánvaló, hanem az a józan paraszti észt által elfogadva. És a másik nagyon fontos dolog az, hogy tehát én ugye karatésként el voltam a magam kis világában, semmilyen nem volt szükségem, tehát engem azzal motiválni, hogy most Ferrarit veszel magadnak, ilyet, azzal nem igen tudott volna senki. Viszont abból a komfortzónában, amiben éltem, ugye a Móni révén, a képzésekre való eljárások kapcsán mindig kaptam újat és újat, és volt egy kartforgató mester, aki egyszer egy faággal viaskodott, gyakorolt, és a faág szembe csapta. És azt mondta, hogy önmagadon kívül mindenkitől tanulhatsz. Hát én ezt szeretném nektek üzenetként továbbadni, hogy önmagadon kívül mindenkitől tanulhatsz, és fogadjátok meg a mindenkinek a hasznos tanácsát. Köszönöm szépen! Hát én vagyok a második olyan ember, aki nem a szavak embere, aki alig várja, hogy lelépjél a színpadról, úgyhogy épp ezért helyettem majd a párom fog beszélni. Igazából ő csak a társa, meg a DXM-ben is a társa vagyok, aki segíti a további úton, és mellett állok, hogy sikerekben elérje azt, amit eddig elért. Köszönöm. Pántya Imre vagyok. Köszönöm szépen a kedves szavakat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Jelen pillanatban azt tudom elmondani, hogy sohasem voltam még ilyen helyen, és ennél csodálatosabb még sohasem volt. Tehát ez a legtöbb, ami, ahol tartok és itt vagyok. És nagyon sok ember beszélt arról, hogy a változás, és azt tudom mondani itt a napnak a közepén, hogy az összes olyan ember, aki képes változtatni, az gyógyult embernek mondhatja magát, mert ez az igazi gyógyulás. És hogyha valaki dönt amellett őszintén, vagy szeretne változtatni, akkor be fognak jönni olyan társak, mint egy Gulyás Beáta mellém, be fog jönni egy Ambrózi Anikó, be fog jönni egy Balázs Miklós a képbe, be fog jönni egy Cérna Tündi, egy Cérna Szabolcs, egy Kocsó László, egy Anikó, Fodor Anikó, egy Mátrai Szilárd, és be fog jönni a képbe egy Honvéd Henriett, akivel nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogyan lehet ebben a dologban megmaradni, és hogyan lehet ebben megerősödni, és azt, amit eddig elért az ember az életében, ezt hogyan tudja elhinni, hogy ez valóban lehetséges. Én azt kívánom mindenkinek, hogy változzon, és tudom, nem könnyű változni, és ehhez a változáshoz erő kell, és azoktól a megszokott dolgoktól nagyon nehéz megszabadulni, és meg is iratjuk őket, amikor végre elengedjük, de egy sokkal szebb és tisztább kép fog tárulni elébünk, és teljesen más lesz a nézőpontunk, onnantól kezdve, hogy egy másik irányba megyünk, ami jó érzéssel tölt el bennünket is, és a környezetünket is, és ezáltal tudunk segíteni önmagunknak is, másoknak is. És az a pozíció, ahol most vagyunk, ez egy ajándék, amit megkaptam az Anikóval együtt. És én azt kívánom, hogy mindenki érezze meg azt az erőt, ami ebben a csapatban van, meg amit mi átélünk, azt az energiát és azt a támogatottságot, ami ezt a 200 ember támogat bennünket napról napra, hónapról hónapra, és már éveken keresztül. Jó? Én mindenkinek további sok sikert kívánok, és kívánom azt, hogy tényleg ezt az erőt, ami a változásban van, ezt tényleg teljes szívéből érezze át. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szívből köszöntünk mindenkit. Tóthné Sipos Andrea vagyok, férjem Tóth Lajos. Kiskunmajsáról érkeztünk ide, két kisgyermekünk van. 2012-ben ismerkedtünk meg a DXN céggel. A párom lépett be ebbe az üzleti lehetőségbe, vagy üzletbe. Én a termékeket jobban ismertem, ő pedig az üzleti részét vezette. Az, hogy én itt állatok a színpadon, nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem, mert nagyon büszke vagyok rá. Nem aktív részese vagyok az üzlet építésének, de szerették aktív részese lenni. Óvodapedagógusként dolgozom, óvodavezetőként is voltam 4 évig, és hát munkámban való elhivatottság révén teljes 100%-ban kívánja az én helytállásomat, de amennyire csak tudom, támogatom a páromat, legalábbis időben, hogy tudjon dolgozni. Nem hátráltatom. Mindig. Van, amikor igen, mert hiányzik. De igyekszem, hogy tudjon érvényesülni ebbe az üzletbe. Nagyon jó meglátásai vannak, nagyon kitartó, amit nagyon becsülök benne, és nagyon büszke vagyok rá. És szeretnénk megköszönni a DXN szponzorainknak, felső vezetőknek, kollégáknak, hogy itt lehetünk, hogy munkánkat segítik, tanácsokkal, ötletekkel látják el páromat, és tud érvényesülni ebbe az üzletbe. Köszönjük szépen Spek Józsinak, Valikának, Szabóni Ildikónak, Faragolni Keserű Juditnak. Köszönjük szépen! És mindenkinek kívánunk sikeres munkát és sikeres üzletépítést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szokták mondani, hogy ez a műsor nem jöhetett volna létre, hogyha nincs az ilyen házastárs és ilyen feleség.
és most ebben részesültem. Én folytatnám még a köszönetnyilvánítást Nagy Gábornak és Józsiéknak, illetve Farkas Korinának is köszönjük a rengeteg segítséget, amit kaptunk. Illetve Kócsó Lászlónak szeretném megköszönni azt a Skype beszélgetést, ami elindított engem a siker útján, amikor nem jöttek az eredmények, és regisztráltam a DXM Barna honlapon, és eltelt 3 hónap, semmilyen eredmény, eltelt fél év, semmilyen eredmény, és úgy döntöttem, hogy akkor beszélek Lacival, és megkérdezem, hogy mi az, amit rosszul csinálok. Akkor ő nekem azt a tanácsot adta, hogy Lajos, tűnj ki a tömegből, és meglátod, hogy jönni fog az eredmény. Természetesen online üzletépítésről van szó, tehát arról beszélek most, és megfogadtam ezt a tanácsot, túlságosan is jól sikerült ez a kitűnés, ugyanis a csapból is én folytam a világhálón, most is lehet, hogy így van, de jött az eredmény. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy próbáljon meg úgy dolgozni, hogy kitűnni a tömegből is egy olyan módszerre haladjon, ami neki kellemes, nem pedig nem kellemetlen neki ez a üzletépítés. Bizony voltak olyan hullámvölgyek, amikor tényleg szponzoraink segítettek minket, és segítettek akkor is, amikor padlón voltunk. Ez nagyon jól esett, köztük Orsi Lacinak is köszönöm a rengeteg segítséget, és ezt a díjat pedig nagyon megköszönöm az első gyémántomnak, Schmidt Tomásnak, nélküle nem jöhetett volna ez a szint össze. Köszönöm, hogy meghallgatottak, és mindenkinek további jó üzletépítést és rengeteg regisztrálót. Nagyon szépen köszönjük ezt az óriási tapsot az Executive Star Diamondoknak. Élvezétek ki nyugodtan, még egy pár perc adatot. Köszönjük szépen, mert vár ránk még nagyon sok gyémánt műhely vezetője. A következőkben olyan hálózatépítőket tudtok látni majd itt a színpadon, akiknek már igazi gyémánt csiszoló műhelye van. Nem egy gyémántot sikerült nekik csiszolni, hanem ennél sokkal többet. Jelesül mondjuk legyen 5. Ez azért is van a mai minősülési sorozat, hogy én is megtanuljam, hogy gyémánt szint fölött hogy is kell számolni. Nagyon egyszerű lesz a feladatom, 5-7-9, és angol nyelvleckét is kaptam, mert mindig az első szó az lesz, hogy executive. És az 5-höz a DXM-ben az tartozik, hogy double diamond. Executive Double Diamond. Jól hangzik, nem? Mondok hozzá egy másik szót is az 5-ös mellé, másik szót, számot, az a 28 000. Az jól hangzik? 28 000 fős hálózata van annak a házaspárnak, akit most láthatok majd itt a színpadon. Az egyiküket ma már említettem. Őt úgy hívják, hogy Specht Vali. A másikuk pedig az szintén említettem, és köszönjük szépen még egyszer a videót, Specht József. Tehát fogadjátok sok szeretettel a színpadon az Executive Double Diamond házaspárt, Specht Valit és Specht Józsefet. Érkeznek itt.
Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Egy kis zenét kaphatunk, amik itt üznek bennünk. Fotós. Lettek a képek, Attila? Köszi. Én azt figyeltem az előbb, hogy itt álltak sokan, és gratulálok mindenkinek, aki előttünk a színpadra tudott jönni. És figyeltem, hogy Attila milyen keményen dolgozott, hogy el tudja készíteni a fotókat, és azt láttam, hogy nem tudtatok úgy állni itt, hogy valaki ne árnyékolja be a másikat egy kicsit. De mi meg tudtunk már úgy állni. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogyha följebb léptek azokra a szintekre, amit Miki itt már kezdett feszegetni, és majd egyre jobb képek készülnek. A 80-as években egy amerikai kisvárosnak az iskolájába egy új igazgató került, aki azon nyomban új intézkedéseket vezetett be, és azzal kezdte, hogy megújította minden egyes dolgozónak a munkaszerződését. Tehát nem csak a tanárokét, hanem minden dolgozóit. Így aztán sorra került a fűtő is, és behívatták egy nap az igazgatónak az irodájába a fűtőt, és igazgató előtt állt a papírral, mondta neki, hogy Mr. Fűtő, itt az új munkaszerződés, kérem olvassa el, és aztán, hogyha egyetért vele, akkor írja alá. Emberünk a kezébe vette a papírost, egy darabig nézegette, majd azt mondta, hogy ezzel lesz egy kicsi probléma. Miért? Talán nem ért vele egyet? Hát az a helyzet, hogy nem tudok se írni, se olvasni. Hogy nem tud írni és olvasni? Hát nem. Hát akkor nem lehet egy iskolának a fűtője. Hát ide csak írás tudó embereket veszünk föl, úgyhogy ki is rúgták azon nyomban a fűtőt, aki rögtön neki kezdett munkát keresni, de nem talált semmit. Viszont egy barátja egy hónap elteltével meghívta őt egy helyre. Azt mondta, hogy figyelj csak, hát hogyha lesz itt neked valami, van egy üzleti vállalkozás, amivel én foglalkozom egy ideje, gyere el, nézd meg. És elment, de mondta előtte, hogy figyelj, én nem tudok se írni, se olvasni, ez nem probléma. Nem lesz gond, gyere csak nyugodtan. Elment, és egy olyan üzleti tájékoztatón vett részt, ahol különböző termékekről beszéltek, és üzleti lehetőségről, és nagyon fellelkesült ezen. Be is lépett az üzletbe a barátjának az unszolására, aki rögtön segítséget is adott neki, úgyhogy vásárolta számára egy olyan fehér táblát, amit akkoriban használtak, mert akkor még nem ilyen szuper technikák voltak, hanem ilyen fehér táblákra rajzolgatták a marketing tervet. Azt mondták erről, van egy ilyen elhíresült mondás, hogy rajzolták a köröket. És a fűtőnek úgy segített a barátja, hogy erre a táblára ilyen láthatatlan jeleket rajzolt, hogy a közönség ne lássa, de ő neki legyen elég támpontja ahhoz, hogy írástudatlanul is fel tudjon mindent rajzolni rá. És az ember meg is kezdte ezt a tevékenységet, nagyon-nagyon sikeressé vált, kijöttek a rossz anyagi helyzetből, amit az elvesztett munkája okozott, sőt, egy idő után már félretenni is tudtak. És a barátja megkérdezte egy nap, hogy te figyelj, a pénzt, amit keresel, azt hova teszed? Hát azt mondja, otthon őrzöm a szekrény egyik fiókjába. De hát be kéne tenni a bankba. Na jó, de hát azt hogyan lehet megcsinálni? Nyilván egy szponzor segít az alsó vonalának, elhívta magával másnap a kisváros bankfiókjába. Az ügyintézővel közölték, hogy egy bankszámlát szeretnének nyitni, aki rögtön megkérdezte azt is, hogy azon kívül, hogy megnyitják a számlát, pénzt is szeretnének rögtön elhelyezni rajta. Igen. És mekkora összeget? 100 000 dollárt. Ó, 100 000 dollárt. Hát akkor ő már kiemelt ügyfélnek számít, és behívta őket a bankfiók vezetőjének az irodájába, aki leültette ott a fűtőt,
és a volt fűtőt, és kávéval kínálta üdítővel, amíg elkészültek a számla szerződés papírjai, amivel megérkezett az ügyintéző, és elértették a papírokat, hogy olvas el és írja alá. Ismerős a szöveg, a fűtő azt mondta, hogy hát sajnos ezzel lesz egy kicsi gond. Nem ért vele egyet? Hát nem tudok se írni, se olvasni. Ön nem tud írni és olvasni? Nem, én nem tudok. Ember nem tud írni és olvasni, és ilyen magasra vitte, ilyen sok pénzt keresett? Hát mi lehetne magából, hogyha tudna írni és olvasni? Akkor fűtő lennék az iskolába. Engem nem rúgtak ki a munkahelyemről, és írni is tudtam, meg olvasni is. De volt egy problémám, egy egészségügyi problémám, amit ráadásul a Ganoderma termékek, a DXN termékei nem is tudnak orvosolni. A derekam egyre jobban fájt, és egyre kevesebbet tudtam a munkámmal foglalkozni. De abban az időben megkeresett egy barátom, és azt mondta, hogy van nekem itt valami. És láthatatlan jeleket rajzolt a táblámra, és azt mondta, hogy semmi más nem kell tenned, csak ezek mentén egyszerűen elmondani azt, amit hallottál tőlem. Azért vagyunk most itt. És ezzel a nagyon egyszerű módszerrel, ezzel lehetővé tette nekem azt, hogy hamarosan majd lehetőségem lesz ilyen kis négykerekű kocsiba az unokámat tologatni, és nem állt elő az a helyzet, aminek a veszélye akkor megvolt, hogy a betegségem miatt esetleg néhány év múlva az unokáim tologatnának engem egy ilyen kétkerekes székben. Köszönöm, Laci. Köszönöm, Anikó. Nem, fogom. Az elmúlt években nagyon sokszor mutattak be bennünket úgy, hogy sikeres hálózatépítők. Viszont soha senki nem kérdezte meg, hogy mit gondolunk arról, hogy siker. És ha most itt megkérdeznélek benneteket, valószínűleg mindenki más valamit tartana fontosnak, és azt gondoltam, hogy arról fogok beszélni, hogy mi mit tartunk sikernek. És ezt így 3 hónapos intervallumban mutatnám meg, először is a novemberben. Akárhol minősül valaki, ha nézzük az intranetet, akár keresztvonalba, akár 20. mélységbe, bármire, S-arra, Rubintra, Gyémántra, mi mindig megemlékezünk róla, és nagyon örülünk neki, hogy egy újabb minősülés van. De akkor, amikor a barátaink döntenek úgy, hogy akkor ők most minősülni szeretnének, az egy nagyon különleges állapot. És most novemberben az Ábrahám házaspár gondolta azt, hogy akkor most itt az ideje, és megcsinálják ezt a gyémánt üzletet. Ezért egy nagyon intenzív munkába kezdtünk, és aki ismeri őket, tudja, hogy hát belőlük soha nem fogy el a szeretet. Ilyen végtelenül finomak, végtelenül kedvesek, minden körülmények között jó velük együtt lenni, egy társaságban lenni. Ez azért fontos, mert ahogy teltek a napok novemberbe, egyre nagyobbra kerekedett a szemünk, hogy kik ezek a mi barátaink? Hát soha nem láttuk ezt az oldalukat. Igaz, hogy mérnökök, de hát megdöbbentő volt, amilyen precizitással, amilyen hajszál pontosan tervezték a hátralévő napokat, és hogy pont 31-ére teljesen minden összeállt. És hát ez egy fantasztikus pillanat. És akkor készültünk december 5-ére, és most itt vagyunk veletek közösen, és már mondhatom így, hogy órák óta együtt ünnepelünk, együtt örülünk az elismeréseknek, és ez egy fantasztikusan jó nap, nagyon jó itt állni, régen álltunk már itt. Közben persze az 5 nap alatt is voltak megoldandó helyzetek, voltak kihívások. És aztán jönni fog a karácsony, és karácsonyig is lesz nagyon sok kihívás, nagyon sok megoldandó feladat. Viszont karácsonykor megemlékezhetünk arról, hogy van otthonunk, lesz a karácsonyi asztalon ételünk, hogy együtt van a családunk, és megemlékezhetünk arra, hogy valamennyien egészségesek vagyunk, ami szerintem egy felbecsülhetetlen érték. És jönni fog a szilveszter, és a kettő között újabb kihívások és újabb megoldandó problémák, és
Szilveszterkor megint megemlékezhetünk arról, hogy hála Istennek mi nem egy ilyen tunyaságban vagyunk, nem egy ilyen céltalan fásultságban, hanem vannak komoly terveink, komoly céljaink. És aztán jönni fog a január vége, amikor megszületik az első unokánk. És már most teljesen a hatás alatt vagyunk, pedig még nem is láttuk személyesen, mi lesz velünk, nem is tudom. Tehát ha így végignézzük ezt a 3 hónapot, és tele van örömökkel, tele van olyan pillanatokkal, amikor annyira jó azt gondolni, hogy fú, jó itt élni, de tele van kihívásokkal, és tele van feladatokkal is. És akkor, hogy mit gondolunk a sikerről? Mi azt gondoljuk, hogy bár öröm van, bár feladat van, bár kihívás van, és a nap folyamán nagyon sokatoktól elhangzott már ez a kulcs szó, azt gondolom, hogy ha képesek vagyunk arra, hogy lefekvés előtt hálát adjunk az eltelt napért, és én személy szerint biztosan tudjátok, Istennek tudok hálát adni ezért, és képesek vagyunk arra, hogy már előre megköszönjük a következő napot, akkor azt gondolom, hogy teljes az életünk, és a sikeres életet élünk. És köszönöm nektek. Így hát nézzük meg a következő szintet. 7 csodálatos követ tudtak kicsiszolni a hálózatokban. És bebizonyították azt, hogy művészként és aprólékos tevékenységként foglalkozóként is lehet hálózatot építeni. Akkor is tudok hálózatot építeni, hogyha ez egy nagyon pici kis üzletből indul el. Már ezt a pici kis üzletet én úgy tudom, hogy úgy értsétek, hogy így négyzetméterre. Az egy óriási üzlet volt, én azt gondolom, és egy nagyon-nagyon fontos dolog az idő, hogy tudjuk mérni, és mindig lehetőségünk legyen rá. Ennek a párnak a másik oldalán pedig a művészet áll, ami azért nagyon fontos, mert szerintem nagyon-nagyon sok érzelmet tudunk onnan meríteni. Ők 7 gyémántot tudtak csiszolni, tehát ez már egy elég nagy méretű gyémánt csiszoló műhely. Azt gondolom, úgyhogy még inkább nagyon-nagyon sokat fogunk tudni tanulni tőlük. Itt kérni szeretném, hogy indítsátok el ezt a amit ide szükséges, és fogadjátok a színpadon sok szeretettel Executive Triple Diamond, Szövetes Éva és Busi Sándor.
jó érzés itt lenni, de azt hiszem, ez nem csak a mi érdemünk, hanem ugye azoké a sikeres üzlettársainké, akik ma például átverték a gyémánt kitűzőjéket, a Csikós Ilona, a Szabó Jóska és Évike, ugye mi ennek sokkal jobban örülünk, és büszkék vagyunk rájuk, köszönünk mindent. Én mindig azt mondom, hogy a DXM-ben olyan, mintha a szeretet és a mosoly szigetén lennénk. Ugye a szeretet csodálatos dolgokat tud tenni, és aki így tudja átadni a DXM üzletét szívvel, lélekkel, hittel és szeretettel, ott eredmény is lesz, mert a szeretetet mindig a siker követi. Én úgy gondolom, csak kitartónak kell lenni. Én is azzal kezdeném, hogy sokat szóra is nagyon nagy szeretettel gratulálunk a gyémántjainknak, hiszen nélkülük ugye mi sem állhatnánk itt. És sok egyéb mellett ez az egyik olyan dolog, ami miatt imádjuk ezt az üzletet. Ugye a siker az itt mindig egy közös siker, és ha együtt dolgozunk, akkor a végén biztos, hogy együtt fogunk ünnepelni. Úgyhogy köszönjük nektek, még egyszer nagyon büszkék vagyunk rátok. Ugye nagyon sok sikertörténetet hallhattunk, láthattunk itt ma. És amikor sikerről beszélünk, akkor van egy olyan kérdés, amire mindig mindenki nagyon kíváncsi, és amivel kapcsolatban biztos vagyok, hogy minden új gyémántnak ezt nagyon sokszor fel fogják majd tenni. Ugye a kérdés az az, hogy mi a siker titka. Ugye az elmúlt években tőlünk is gyakran megkérdezték azt, hogy hogyan lehet sikeressé válni a DXN üzletben. Mi az igazi titka a sikernek, és ugye mi mindig mindenkit próbáltunk meggyőzni arról, hogy igazából nincsen titok. Ez egy nagyon egyszerű üzlet, és tényleg azt látjuk itt az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy aki csinálja ezt az üzletet, annak működik, aki nem csinálja, annak nem működik. Tehát ez ilyen egyszerű. De ezt az emberek nem akarják elhinni. Tehát ez annyira egyszerű, hogy szinte hihetetlen, és azt látjuk, hogy sokkal nagyobb lendülettel keresik inkább a titkot, mint ahogy az üzletet építenék. És én nagyon sokat gondolkoztam ezen egy időben, hogy ennek mi lehet az oka, és hogy vajon tényleg igazat mondunk-e akkor, amikor azt mondjuk, hogy a sikernek, igazából a DXN sikernek nincs titka. És azt gondoltam, hogy lehet, hogy mégiscsak van valami a háttérben, ami annyira egyszerű és nyilvánvaló, és a számunkra annyira természetes, hogy nem is beszélünk róla, viszont másnak pedig lehet, hogy nem az. És rájöttem, hogy bizony azért, amikor azt mondjuk, hogy a sikernek nincs titka, akkor ez nem mindig fedi a valóságot, mert igenis vannak a háttérben ilyen apró kis titkok, amelyek közül én összeszedtem néhányat, és itt az idő rövidsége miatt egyet most szeretnék veletek megosztani. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik internetet használtok, láttatok már a neten valahol, Facebookon vagy más közösségi oldalakon esetleg ilyen vicces képeket. Ugye például olyat, amin van egy ilyen nagyon szomorú, bánatos arc, és a kép alá oda van írva, hogy utálom, hogy már megint hétfő van. Ugye biztos mindenki látott ilyet, vagy ennek az ellenkezőjét, amikor egy ilyen nagyon vidám arc van a képen, és akkor az van aláírva, hogy húrá, végre itt a péntek. És igazából ez a dolog nálunk pont fordítva működik. Tehát mi nagyon szeretjük a hétfőt. Ugye nagyon szeretjük, amit csinálunk, és éppen ezért ugye a hétfő az egyik kedvenc napunk, hiszen elkezdhetünk foglalkozni azzal, amit nagyon szeretünk csinálni. És minden hétfő egy ilyen új kihívásokkal, új élményekkel teli rövid időszaknak a kezdete, és éppen ezért mi például nagyon nem szeretjük a pénteket, hiszen pénteken be kell fejeznünk azt, amit szeretünk csinálni. Ugye pénteken mindig lelassulunk egy kicsit, a hétvégén mindig leül egy kicsit az üzletünk. Hát az ilyen többnapos nemzeti ünnepekről meg ne is beszéljünk, az egyszerűen katasztrofális mindig az üzlet szempontjából, tehát azokat nagyon-nagyon nem szeretjük.
És amit én javasolni szeretnék az, hogy próbáld meg te is egy picit megváltoztatni a gondolkodásodat ezzel kapcsolatban. Nem muszáj ezzel 100%-osan egyetérteni. Viszont amit szeretnék javasolni, hogyha legközelebb látsz mondjuk a Facebookon egy ilyen depressziós kismacskát, aki arról panaszkodik, hogy mennyire utálja a hétfőt, akkor mielőtt lájkolnád ezt a képet, gondold át azt, hogy te az emberek melyik csoportjához szeretnél tartozni, mik azok az értékrendek, amivel azonosulni szeretnél. És én biztos vagyok benne, hogy apró változásokon keresztül el lehet jutni oda, hogy aztán te is itt állj ezen a színpadon. Természetesen ugye olyan titkot nem tudok én sem mondani, ami a munkát helyettesíti. Tehát a kettő, ez párhuzamosan együtt fog működni majd. És én azt hiszem, hogy a legjobb, amit kívánhatok nektek itt ma, és javaslom, hogy ezentúl a munkatársaitoktól is így köszönjetek majd el, hogy a Csipka Miki csavarja ki a kezedből a mikrofont. Én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket, a szereteteteket, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk mindenkinek a DXM üzletben. Sziasztok! Szóval, mint kiderült, a mikrofonból nem csak vizet lehet facsarni, hanem én is ki tudom csavarni mások kezével. Nem utoljára fogom igénybe venni a tapsoló szerkezeteteket a mai napon, viszont az elismerésekben ma elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a legmagasabb elismerést tudjuk ma átadni. Ennek a kis manufaktúrának vagyok én is a tagja. És nagy öröm számomra, hogy én is itt csiszolódtam, és ennek köszönhető az, hogy ma ilyen sokat hallhatjátok az én hangomat is, viszont most nem rólam van szó, hanem arról a házas párról, akik már nagyon korán is foglalkoztak MLM üzlettel, aztán egy kicsit eltávolodtak ettől, és fölépítettek egy vállalkozást, illetve több mint egy negyed évszázadon keresztül egy adott cégnél dolgozva vezető pozícióban állt helyt a másik tagja ennek a házaspárnak. Óriási tisztelet részemről az övéké, van két csodálatos gyermekük is. Az egyikőjük, Tündi, egy nagyon következetes, határozott vezető, Szabolcs is, viszont ő ugyanakkor hobbiból építi az üzletet. Volt ez az elején. De én azt gondolom, hogy ő továbbra is nagyon sokszor a játékos oldalát fogja meg, és ez látszik a mi csapatunkon, és ezután is köszönjük ezt, hiszen nagyon fontos a mi számunkra az, hogy ez élvezhető legyen, ahogy Kocsó László szokta mondani, érezd jól magad az üzletben, de ne csak lubickoljál, hanem érezd jól magad abban, hogy dolgozol. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a színpadon Executive Gold Diamond üzletépítő házaspár Cérna Tündi és Cérna Szabolcs. Thank you.
helyzet, hogy reggel óta sírok, tehát hogy így annyira boldog vagyok, annyira szép volt ez a mai nap, és annyira azt akartuk, hogy ti is ezt érezzétek, és annyira minden összejött, hogy így a novemberre mindenki, akinek kellett, akinek már régóta ott volt, aki megérdemelte, aki nagyon hit benne és meg is csinálta, az elérje azt, amit ő akart. És láttátok, hogy roskadta a színpad, és hogy de nekünk az egész évünk ilyen volt. Kezdődött azzal, hogy én tavaly 27 évi munka után eljöttem a cégtől, ahol dolgoztam, és úgy döntöttem, hogy a cég, meg a munkatársak és a sok-sok milliárdos bevételi elvárás helyett a férjemet és a DX-ent választom. És köszönöm. És soha nem volt még ilyen örömben részem, hogy ez az évem az arról szólt, hogy akkor kelhettem fel, amikor akartam, és ezt képzeljétek, egy fél hétkor van, fél hét és hét között. Én mindig azt hittem, hogy ma jó sokáig fogok aludni, de nem így van, mert az ember beleállt egy ritmusba, benne volt egy dologban, és vannak céljai, akkor valahogy így ez az alvás, ez valahogy így elmúlik az életéből, annyira nem érdekes. Nagyon nagy öröm volt az is számomra, hogy végre azzal tölthettem a nyarat, amivel szeretek, a férjemmel. És ő nagyon szeret vitorlázni. Én is nagyon szeretek vitorlázni, de csak akkor, ha nem fúj a szél. És ő ezt áprilistól októberig szereti csinálni. Én is, csak ebben vannak azért szeles időszakok is. És az egész nyarunkat a Balatonon töltöttük. És hát ez egy elmondhatatlan év volt. És amellett, hogy így magánügyileg... Én nagyon féltem tőle, hogy milyen lesz együtt dolgozni. Tehát 27 évig a kollégáimmal jól el voltam, meg voltak a főnökeim, de a férjemmel még sose voltam 0-24-ben együtt, és egy picit féltem tőle, hogy vajon milyen. Nagyon szép és nagyon jó. Köszönöm neked. Egyet sajnálok csak, most nem tudom, hogy hol vannak a gyerekeim, de valahol itt vannak. Puszi, puszi. Tehát, hogy ők most itt vannak Budapesten, mi meg otthon vagyunk Sopronban, meg Balatonon. És hogy mindig arra vágytam, hogy majd így együtt leszünk. Persze ez a mi döntésünk, hogy mi a Balatonon vagyunk, ők meg Budapesten. Tehát ha nagyon hiányoznak, akkor nyilván tudunk találkozni. De ez egy fantasztikus dolog. És az, hogy ők most így együtt vannak, azt gondolom, hogy megtalálták a párjukat, és hogy minden rendben van az életükben, ez nekünk a legfontosabb és a legjobb dolog, hogy nem erre a dologra már így pipa, rátok már csak boldogsággal tudunk gondolni, és köszönjük, hogy vagytok nekünk. És ami még jó volt ebben az évben, az a rengeteg elismerés, amit adhattunk és amit kaptunk. Kezdődött a márciusi kétnapos sikerszemináriummal, ahol rengeteg elismerés volt, akik ott voltak, tudjátok. Tehát, hogy el kell, hogy mondjam nektek, hogy amit az elején a Son mondott, vagy a vezetői, most pontosan nem is tudom, hogy egy új fejezet kezdődik a DX-en életében, és ez ettől az évtől elindult. Lehet, hogy még nem szálltál fel erre a vonatra, de kérlek, hogy mely jegyet már megvetted, hogy szállj fel rá, és tartsál velünk, mert egy hihetetlen nagy utazás lesz. Nagyon sok sikerrel és nagy örömmel. És mindegyik gyémántunkat nagyon kedvelünk, imádunk, szeretünk, és személyes jó barátaink lettek. És az utolsóról hadd meséljek egy történetet. Azt, ami meg szeretett volna tanulni angolul, majd Eszter elmondja, hogy sikerült-e, vagy nem, vagy Son. És azt kérte tőlem, hogy keressek egy újsághirdetésben egy angol tanárt neki. És én találtam neki egy angol tanárt. Odaadtam neki a telefonszámot, és megkértem, hogy akkor hív fel. És Szabi lapozott egyet az újságba, és nem hívta fel. Viszont felhívta Esztert. És az egy akkora dolog, hogy így utólag megérteni, hogy vajon miért nem volt jó neki az, akit én javasoltam. És miért azt hívta fel, akiről úgy érezte, hogy valahogy így az energiáik, vagy bármi miatt volt egy ilyen megérzésük, hogy akkor téged kell felhívni, Eszter, nem pedig azt, akit én javasoltam, úgyhogy Szabi megint jól döntött, most már sokat szor az elmúlt 6 évben.
és ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt így utólag, amikor végignéztük, hogy hogy is került az Esztel az életünkbe, mert hogy mi őt korábban nem ismertük. És az elmúlt egy évben nagyon sokat beszélgettem az Eszterrel, nagyon sokat voltunk együtt, lévén, hogy a Balatonon. Nem azért, mert hogy ott vagyunk egymástól pár kilométerre és személyesen, hanem nagyon sokat beszélünk mi telefonon. És tudva az ő életét, ő volt talán az egyetlen olyan, vagy első olyan gyémánt, akit az elejétől a végéig, tehát a gyémántá válásáig végig tudtam követni, be tudtam kapcsolódni, és segíteni is tudtam neki. És az Eszter volt az a gyémántunk, akit amikor megismertem, akkor úgy képzeljétek el, hogy voltak rendezvények, ami most is vagyunk, és mindig jött egy hölgy fényképezőgéppel, és mindig mondta, hogy tündi-tündi, fényképezhetünk, hát én ki ez a hölgy, tök aranyos, de jó, hát akkor fényképezkedjünk, és ugye később tudtam meg, hogy ő Eszter. És aztán, és mindig jött rendezvényre, mindig mindenhol ott volt, minden webkonferencián ott volt, és rajta ugye a Szabi kezdetektől fogva azt látta, hogy ő egy született vezető, hogy sosem tanulta ezt a mesterséget, sosem csinálta, de valahol mégis, hiszen a családjában azért egy vezéregyéniség, de hogy így nagyon-nagyon jó tanítható és nagyon jó tanítómester is lett az idők során. És amikor a Szabi nekem azt mondta a nyáron, hogy figyeld meg az Eszter, meg fogja csinálni az év végéig, akkor, hogy mondjam, így végignéztem az intranetet, és azt mondtam, hogy úristen, az az Eszter, akit én megismertem a kis fényképezőgépével, az az Eszter, aki egy 4 gyerekes anyuka, aki Badacsony-Tomajban, a Szőlőhegyen, a Balatonra néző házban lakik, hogy ő egyszer így eldöntötte, és azt mondta, hogy meg fogja csinálni, és a 4 gyerekes brandből egy üzletasszonnyá vált, és Franciaország, a teljes francia piac az övé, egyszerűen így, úristen, hogy ez megvalósulhatott, és azzal, hogy ő ezt megcsinálta, ezzel ugye mi is léptünk egy szintet előre, ez egy annyira érdekes dolog, de azt az utat azt mi teljes egészében végigkísértük vele, együtt végigcsináltuk. Voltak nagy beszélgetések, voltak sírások, voltak nagy nevetések, és most itt az öröm a végén szerintem egy nagyon jó érzés. És még egy dolgot hadd mondjak nektek, 6 évvel ezelőtt, 2009. december 5-én én egy szállodában voltam, bocs Szabi, egy rendezvényen, férfiakkal egyébként. Az első sorba kellett beülnöm erre a rendezvényre, rémkínos volt. Pontosan december 5-én volt a Szabinak a gyémánt avatója, amikor én még mint néző beülhettem és végignézhettem, kínok kínját álltam ki, hogy őt elismerik, szeretik, úgyis láttátok, hogy mi miről szól. És én úgy ültem ott mellette, hogy így, nem tudom, mint aki a Marsról így lejön, és csodálkozik, hogy emberek jól érzik magukat, és szeretik az én férjemet, és nagyon kellemetlen érzés volt, hogy úristen, én vajon szerettem-e ennyire, mint amennyire ők, és hogy elismertem-e annyira a munkáját, mint amennyire ők. És aztán eltelt 6 év, mellé álltam, nem mondom, hogy meg sokszoroztuk az üzletünket, de az erőnket mindenféleképpen. És most gondolkodhatsz azon, hogy 6 év az mondjuk így az üzletben 9 gyémánt lábbal, az mi, az sok kevés, ez a mi személyes sikerünk, szerintünk fantasztikus. Én csak összehasonlításképpen tudom mondani, hogy 27 év Magyar Telekomos múlt kontra 6 év DX-en, hát felejthetetlen és nagyságrendi különbség. Már csak azzal is, hogy például, hogyha évente egy bizonyos szintre kvalifikálsz, akkor ez a gyémán, az utazó szemináriumon részt vehetsz, az egy felejthetetlen élmény. Én a Telekomnál nagyon sok mindent elértem. Voltam egy utazáson. Egyébként itt a sorok között itt van egy olyan fiatalember, Kuri Soszi, akivel ezt együtt csináltuk végig. A Athéni olimpiára mehettünk ki. Azért az is fantasztikus volt. De hát ez egyszer volt. A 27 év alatt. Semmi több. Itt a DX-ennél ez minden évben megtörténik. És hogyha te egyszer megcsinálod ezt a kvalifikációs szintet, garantálom neked, minden évben mindig ott leszel az utazáson. Tarts velünk! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Tündi mindig is számító volt, egészen addig, amíg a Magyar Telekomban több volt az alkalmazott, addig ő dolgozott, mikor már átléptük és nagyobb csapatunk volt, mint a Magyar Telekom, az összes dolgozója rögtön csatlakozott hozzám. Én először is szeretnék köszönetet mondani a szponzoraimnak, mert megható pillanat volt ez, amikor kitűzőket kapok, de tényleg megváltoztatták az életünket. És én nem tudom, hogy a Dixon üzletével meddig fogunk eljutni, és hova fogunk eljutni, illetve tudom, mert teljesen konkrét kitűző céljaink vannak ezzel kapcsolatban, és haladunk az úton. És azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy még nincs meg a fele, szintügyileg azért már túl vagyunk a felén, hiszen építkeztünk, és itt ülnek a sorok között azok az emberek, akik a következő gyémántjaink már. De az a köszönet, amikor gondolnak rád, amikor belőled valaki kinézi, hogy több lehetsz, az valami óriási érzés. És az, hogy utána a dolgok megtörténnek, mert ez egy elismerés. És gondolhatjátok, hogy amikor valakit itt elismernek a színpadon, hogy az ilyen ego növekedés, vagy hogy ettől az elismeréstől mi többek leszünk. Igen, az az érzés, amit itt kapunk, ez valóban több. De nem leszünk emberileg többek tőle. Ez már, amikor minél magasabb szintre jutsz, akkor rájössz, hogy ez már nem erről szól. Hogy nem mi voltunk a fontosak. Lehet, hogy több időt kapunk, hogy többet beszélhetünk, de nem mi voltunk a fontosak, hanem azok, akik ide gyémántként kvalifikáltak. Akik elindulnak egy úton, mert mit ismerünk most el? Tehát van 9 gyémánt vonalunk, de mit ismertünk most el? Ez egy megtörtént, beteljesült dolog. De akkor, amikor lapoztam egyet a hirdetésbe, és fölhívtam az Esztert, azt ismerik el most. Azt, amikor történt velem egy sérülés, elmentem a kórházba, segítséget kaptam egy gyönyörű hölgytől, aki most anyukaként is itt állt kint, és egy kávéval viszonoztam, azt ismerik el most. Amikor meséltem arról, hogy gyorsabban hegedtek be a sebeim, a műtéti sebeim, mert egyszerűen ganodermát szedek, azt ismerik el most. És azt a munkát, amit ti most ott csináltok, aminek azt gondoljátok, hogy nincs értelme, vagy nem látjátok rögtön a sikereket, gondoljatok arra, hogy mi ebben fürdünk most. Ezt ismerik el. Igazából azt, amit ti minden nap, hétköznap csinálnak most, vagy csináltok, azt ismerjük el most. És ez az elismerés, amikor valaki ide kijut, az nem a pillanat műve, hanem ennek a 6 évnek a munkája, 6 évnek a gyümölcse, és 6 évnek az az érzései, ami most bennetek vannak, hogy vajon megéri-e csinálni? Vajon aki melletted ül és elhoztál, és 2 hétig könyörögtél, hogy vegyen végre jegyet a rendezvényre, és eljött most veled, és ránézel, és azon gondolkozol, hogy leszel te valaha gyémánt? És hidd el, lesz. Hidd el, lesz, és a Miki azt mondta, hogy van egy manufaktúránk. Én azt gondolom, hogy nem manufaktúránk van, hanem van egy hitünk. Van egy hitünk az emberekbe. Minden olyan emberbe, aki ma itt van, van hitünk. És én hiszek abban, hogy, és ezt nagyon-nagyon jegyezzétek meg, hogy 5 éven belül ez a találkozó, vagy ez a terem egy vezetői találkozónak lesz a helyszíne. Egy olyan vezetői találkozónak, ami azt jelenti, hogy legalább 10 emberrel vagytok itt egy találkozón, vagy 5000 pont felett lévő gyémántok vagytok. És ez meg fog történni. És ennek te részese vagy, és ez a fejezet, ami most kezdődött el, ez most valóban veled fog elkezdődni. És ahogy a Szilárdnak a szenzációs előadása volt, hogy miért pont te? Gondolj bele, hogy miért pont te vagy itt most 2016. decemberben? Miért jöttél el? Miért áldoztad fel az egyik szombatodat arra, hogy itt legyél? És hogyha ezeket a válaszokat megadod magadnak, akkor te is elkezdesz magadban hinni. Nem csak én hiszek benned, nem csak a szponzorod hisz benned, hanem elkezdesz te is hinni magadban. És igazából az lesz az áttörés. Amikor mi szponzorok nem tudunk különleges dolgot csinálni, mert ez az üzlet végtelenül egyszerű. Ezt már nagyon-nagyon sokat hallottunk. Semmi extra nincs benne, van egy nagyszerű termékünk, és van egy nagyszerű marketing tervünk. Semmit nem tudunk csinálni, mi szponzorok, mint hinni bennetek, és adni egy rendszert. És ha mind a kettőt, a hitünket felhasználjátok, és magát a rendszert használjátok, nem tudjátok elkerülni azt, hogy sikeresek legyetek. És még talán annyit, hogy mi tényleg ezt csináljuk. Tündivel mai napig is minden napunk arról szól, hogy keresünk jó embereket.
nem jó MLM-est, nem jó hálózatépítőket, hanem jó embereket. Olyanok, akik emberként jók. Mert aki emberként jó, az a DXN üzletében sikeres lehet. Mert az összes többi tanulható. Az összes többi járható egy rendszer által, és az összes többi csak fejlődés és akarás kérdése. Viszont jó emberek csak jó emberekhez csatlakoznak. Tehát ahhoz, hogy találj, és hozzád körbevegyenek jó emberek, mind amivel mi szintén hálásak lehetünk, mert mindegyes partnerünk, mindegyes keresztvonalunk, vagy mindenki, aki itt van jó ember, és csak úgy érhettük el, hogy mi is jók voltunk. És hogy adhatok egy tanácsot, akkor figyelj egy picit arra, hogy jobb legyen minden pillanatod. Foglalkozz azzal, hogy jó ember legyél. És hogyha ezt megteszed, hidd el, körbe fognak venni azok az emberek, akitől csak azt fogod egyszer észrevenni, hogy elindultak fölfele, gyémántok lettek, és nem mi állunk itt, hanem ti álltok itt. És végezetül annyit szerettem volna adni, ez egy nem egy könnyű feladat, hogy volt egy hölgy, aki nagyon szeretett volna Gold Diamond lenni. És én most szeretném átadni a lányának a kitűzőmet, amit már nem használok, és szeretném felszólítani a színpadra Gotwikit, hogy vegye át Bálint Saroltának a Gold Diamond kitűzőjét. Gratulálunk, Saci, és gratulálunk mindegyikőtöknek, aki ma eljött. Nagyon sok sikert kívánunk nektek, és további jó szórakozást a mai napra.